Jó napot kívánok! Miért tetszett ide jönni? Mit vár a mai estétől? Hát az, hogy megtudjuk az igazot. Hát én minden alkalommal jövök a cöfös rendezvényekre, nem az első ez. És hát a Borvendég Zsuzsát nagyon kedvelem, sok könyvét olvastam, személyesen találkoztunk, és remélem most is érdekes, és új dolgokkal lep meg bennünket. Hát a Borvendég Zsuzsannát, nem? Arra jöttem. Igen, igen, és vannak valami elvárások? Persze, hogy folytatja, hogy ugyanabban a stílusban folytatja, ahogy a Pesti Srácoknál csinálja. Ki az, akit még szívesen látna a következő előadások egyikén? Tulajdonképpen bárkit, aki a jobb oldalról jön és felvilágosít minket a részben a múlt, részben a jelen történéseiről. Nem tudom, én nekem eddig még mindig tetszett, amit választottak. Mi az az elvárás vagy vágy, amitől úgy érzi, hogy ide rendre el kell jönnie? Mit kap itt ezektől az estéktől? Pont azt, amire számítok, ugyanazt a világnézetet, ugyanazt a szellemi hozzáállást, az alakulásától tagja vagyunk, a CÖF-nek alapító tagnak tartanak számon, és jól érezzük magunkat. Mindig tudunk újat hallani, vagy a régit megmagyarázva, és más szempontból megvilágítva. Remek vendégek vannak. A mai a Borvendég Zsuzsanna egy bűbáj személyiség. Ő mindig felülmúlja saját magát, ma is azt fogja tenni. És mondja, nem bánja, hogy gyakorlatilag itt a fiatal korosztály, most a 40 alattiakra gondolok, hogy azokból kevés van itt? De gondolom, és azt is tudom, hogy mit kell tenni. Hallottam a múltkor egy nagyon frappáns választ. Nem mondom, hogy kitől, csak kamerán kívül. És elmondták, hogy mi a dolguk a nagyszülőknek. Hát mi tesszük is rendesen. A dolog, hogy a vasárnapi ebédnél elmondják, hogy mit hallottak, és megosszák az unokákkal, akik tanulnak, a szüleik, akik dolgoznak és tanítatják, és a nagyszülőknek, hogy a hétvégi ebéden közös együttlétnél. És ezt tesszük, megtesszük? Igyekszünk. Ön személy szerint? Teljes mértékben. Ugye azért ennyi idős korára az embernek kialakul a világnézete, van egy habitusa, van egy értékrendje, van egy kialakult, hogy mondjam, világról alkotott képe, tudja, hogy mit kell tenni, tudja, hogy miről mit kell gondolni. Ilyen formán nem feleslegesek ezek az esték? Tehát a megerősítésen kívül van-e valami még, ami plusz ezeken az estéken? Az, hogy amit itt hallok, én szerintem hiteles. És ennek hitele van. A múltkor már volt egy ilyen rövidke beszélgetés, én elmondtam, hogy annyi mindent lehet hallani, és annak az ellenkezőjét is. Én tudom, hogy mi illeszkedik az én világnézetembe, az én elképzeléseimbe, és itt csak megerősítését kapom, vagy pedig a szélesebb körű magyarázatát. Köszöntöm tehát még egyszer nagy szeretettel és tisztelettel Borvendég Zsuzsannát. A mai beszélgetés két apropója pedig, ugye, hogy már itt a bevezetőben is említettem, a két évforduló február 24-e és 25-e. Hát természetesen kezdjük az előbbivel. Ugye február 24-én lesz egy éve annak, hogy az agresszor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Kódolva volt-e már akkor, hogy a Putyin elnök megfogalmazása szerinti különleges katonai hadművelet mivé eszkalálódik? Hogy gyakorlatilag egy év múlva is még erről fogunk beszélgetni. És sajnos a jó Istenen kívül talán senki nem tudja, hogy még meddig. Szeretettel köszöntök először is mindenkit. Én is köszönöm a meghívást. És a kérdés, nem mondom, hogy teljesen váratlanul ért, de be kell, hogy valljam, hogy én ezt álmomban nem gondoltam volna. Tehát az, hogy az oroszok nem fogják hagyni, hogy Ukrajna bármilyen módozatban is az Egyesült Államoknak és a Nyugatnak csatlósa legyen, ez
geopolitikai relevancia, tehát hogy ezen nincs mit meglepődni, és nyilvánvaló, hogy ezt a Nyugat és az Egyesült Államok is tudta. Ez olyan, mintha most az oroszok kitalálnák, hogy Mexikót éppen a saját területekké akarná tenni, a saját katonai tömbjébe akarná bevonni, és fegyvereket, vagy bármit telepíteni akarná. Nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok ezt nem engedné. Tehát, hogy, de az, hogy idáig fog fajulni, ez nyilván, hát nem vagyok politológus, és innentől kezdve nagyon nehezen beszélek erről, de én azt gondolom, hogy valami olyasmi lehetett az elképzelés, hogy ez ilyen gyors hadművelettel, mint ahogy a Krímet pár évvel ezelőtt Putyin megszerezte, és abban a Nyugat nem szólt bele, hogy itt is az orosz lakta területek, ugye Luhansk meg Donyeckát, azért 14 óta ott folyamatos katonai hadműveletek voltak, tehát 14 óta háború dúlt abban a térségben. Tehát én azt gondoltam, hogy azt a részt az oroszok elfoglalják, és a Nyugat ebbe belenyugszik. De nem így történt. Ugye ez nagyon érdekes nekem erről, ha már történész, és aki egyáltalán nem ezzel a régióval foglalkozik, viszont Magyarországgal és a saját hazánkkal, akkor egy analógiát hagy hozzak ide, ami a kezdetek kezdetétől bennem folyamatosan motoszkál, hogy mi volt Trianonnál. Ugye 100 éve azt halljuk, hogy a Trianon azért jogos, vagy azért volt jogos, mert Magyarország egy sok nemzetiségű állam volt, és nem bánt túl jól a nemzetiségeivel, ami egyébként hazugság, ez utóbbi. De most miről van szó Ukrajna esetében? Ukrajna egy sok nemzetiségű ország, bizonyíthatóan rosszul bánik a nemzetiségeivel, tehát ez egy soviniszta kormányzás van jelenleg Ukrajnában, és föl sem merül. Tehát meg se lehet pendíteni azt, hogy Ukrajnának a területi integritását valaki megkérdőjelezze, szent és sérthetetlen. Tehát ugyanaz a szituáció áll fenn, de teljesen más azt körülvevő propaganda vagy közbeszéd. Úgyhogy ez az, ami nekem eszembe jut elsőként erről. Hogyha egy picit a történelem mélyére ásunk, a Szovjetunió felbomlását követően kötelezte bárki vagy bármi arra Oroszországot, vagy ugye a későbbi Oroszországot, hogy olyan területeket is elcsatoljon Ukrajnától, amelyek nagyrészt orosz lakta területek. Ezzel előrevetítve, vagy kialakítva akár azt a helyzetet, amiről most beszélgetünk. Ugye ez egy bonyolult kérdés, hiszen Ukrajna, mint olyan önálló nemzetállam, nem nagyon volt korábban soha. Ukrajna úgy jött létre, hogy a Szovjetunió, mint egy tagköztársaságot tulajdonképpen beintegrálta a birodalmába, és akkor Hruscsov 54-ben ugye neki adta, Ukrajnának adta a Krímet, de ennek nem volt akkor tétje. Tehát Hruscsov csak gondolta arra, hogy egyszer a Szovjetunió fel fog bomlani, össze fog esni, és akkor nem számított, hogy a Krím éppen most ukrajnai vagy sem. De hát ne felejtsük el, hogy nem csak arról van szó, hogy történelmileg itt orosz lakta területek is vannak, hanem a Szovjetunió idején, tehát a 30-as években a nagyipari, ugye a nagy iparosodás, az erőszakos iparosítás a Szovjetunióban az a kelet-ukrajnai területekre fokozódott elsősorban, aztán persze később a II. Világháború kitörésével nyilván a belső területekre vitték az ipar egy részét, de azért Ukrajna pont a kérdéses területek, tehát az orosz lakta vidék, ott Donyeck és Luhansk környéke, hát az iparilag nagyon fejlett, ráadásul olyan nyersanyagok vannak, ami orosz szempontból nyilván kérdéses. Ott van a Krím, amit mondjuk sikeresen beintegrált az orosz birodalomba Putyin, de hát a melegtengeri kikötője Oroszországnak. Az egyetlen kijárat melegtengeren, ráadásul a földközi tenger felé, ott van egy hatalmas katonai bázis, tehát ezek mind-mind olyan stratégiai szemmel abszolút megérthető szempontok Oroszország részéről, amit az ellenfél, hogyha egy békés egymás mellett élés, ahogy ezt annak idején a szovjetek megkérdették, abban akarna élni, akkor ez evidencia számára.
számára, hogy ezt tiszteletben tartja. Abban a pillanatban, hogy nem, akkor ez provokáció, és nyilván mást akar. És akkor Ukrajna szempontjából meg, azért ez is nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez mennyire köztudott. Én, mikor kitört a háború, össze kellett állítani a Magyarságkutató Intézetben egy Ukrajna történetet, egyikünk sem értett hozzá, de hát azért muszáj volt utána olvasni, és engem megdöbbentett, hogy az ukrán nemzeti vagyonnak nagyjából a 85%-át nagyjából 100 oligarha birtokolja. És ezek az oligarchák között ilyen klánok vannak gyakorlatilag, nem egy, nem kettő, hanem több klán, és ezek az oligarchák határozzák meg Ukrajna politikai életét is. És nagyon érdekes, hogy a törésvonal nem feltétlenül jobb és bal oldal között van, ahogy ezt leegyszerűsítve gondolná az ember, hanem az európai integráció támogató tábor és az, aki az orosz barát. Közeledés, meg az orosz gazdasági kapcsolatoknak. Egyébként, hogyha reálpolitikai értelemben nézzük, ez az evidencia, ott vannak az oroszok szájában, tehát nyilván nekik egy Ukrajna érdeke az lenne, hogy Oroszországgal álljon jó viszonyban. Tehát van két ilyen nagy csoportosulás, egy nagyon meredek törésvonal a kettő között, és az a, ugye, ami minket a Magyarságkutatóban érdekelt leginkább, hogy mindez hogy érinti a Kárpátalját, hogy érinti a magyar kisebbségeket. És az a döbbenetes, hogy a magyar kisebbségnek az lenne az érdeke, hogy az európai integráció felé figyelő csoport nyerje el a politikai teret, hiszen egy uniós csatlakozással a magyar kisebbség azt gondolnánk, hogy jól járna. Igen ám, de pont ez a csoport az, amely szélsőségesen nacionalista, mondhatnám azt, hogy soviniszta, aki üldözi a kisebbségeket, üldözi a nyelvhasználatot, a nemzetiségi jogok gyakorlását, úgyhogy gyakorlatilag a magyar kisebbség, ha valakinek a pártjára áll, akkor az orosz barát társaság pártjára áll. Ehhez csak egyetlen egy rövid megjegyzés, mert nagyon-nagyon fontos dolog, amit Zsuzsanna most te mondtál, hogy teszi mindezt a magyar kisebbséggel akkor, amikor az anyaország Magyarország történetének talán legnagyobb humanitárius programját és legnagyobb segítségét megkérdőjelezés nélkül a legnagyobb humanitárius segítséget hajtja végre. Nem is tudom talán számszerűen hirtelen megmondani, csak nagyságrendileg, hogy hány menekültet fogadtunk már be. Hogy hány Ukrajnából menekülő ember kapott itt otthont, munkát, iskolát, stb. Szóval azért ezen se árt elgondolkodni. És visszacsatolnék ahhoz a gondolathoz, amivel a válaszodat kezdted, hogy kinek is az érdeke mindez. És hogyha egy picit európai perspektívából tesszük fel ezt a kérdést, ki alakítja ma Európa jövőjét? Kinek az érdeke az a mérhetetlen instabilitás, aminek irányába ez a kontinens most halad? Az instabilitás mindig egy birodalom érdeke. Tehát mi olyan régióban élünk itt Közép-Európában, amely mindig is valamiféle hatalmi politikának a játék tere, csatatere volt. És az oszd meg és uralkodj, az egy alapvető hatalomtechnikai módszer mindenféle birodalomnak. Most is ennek vagyunk az áldozatai. Én nem tudok tényleg politikai mélyelemzésekbe belemenni, az én véleményem az, hogy arról van szó, hogy az Egyesült Államok, aki kijött a hidegháborúból nyertesen, és azt gondolta, hogy akkor most egyeduralkodó lesz, egypólusú világrend lesz, és akkor a demokrácia exportját, meg mi szempontunkból a gazdasági gyarmatosítását mindenféle akadályok nélkül majd véghez viszi. De hát nem egészen ez történt, mert vannak jelentkezők azért az ellenhatalmi státuszra, Oroszországot sem lehet nyilván leírni, és akkor ott vannak a feltörekvő országok, itt elsősorban Kínára gondolok, és hát itt nyilvánvaló, hogy a piacok megtartásáról van szó. Hogyha megnézzük, hogy a kínai piacok hogyan alakulnak, hát teljesen döbbenetes, de gyakorlatilag nem csak Ázsia, de már Afrika is teljesen kínai birtokban van tulajdonképpen. Az Egyesült Államoknak, nem tudom, hogy Dél-Amerikával hogy áll, valószínűleg azért ott a pozícióit nehéz meggyengíteni, de hát ami maradt számára, az úgy nagyjából Európa.
És ráadásul a mi régiónk, főleg Közép-Európa, azt lehet nézni a statisztikákban, hogy azért már Nyugat-Európa is elég szorosan van, szoros összeköttetésben van Kínával. Ezt nagyon örülök, hogy fölvetetted itt Ázsia szerepét, mert valóban azt látjuk ebben a hihetetlen hatalmi átrendeződésben, vagy hatalmi játszmában, vagy játszmákban, inkább ezt a kifejezést használnám, hogy egy új fejezet nyílik közben, egy erőteljes új fejezet Ázsia részéről. Tehát pontosan mi a szerepe ebben a hatalmi térben, vagy mi lesz a szerepe Ázsiának? Hát, hogy mi lesz a szerepe, nem tudom. De hogy mi lehetne a szerepe? Nyilvánvaló, hogyha egy Ázsia-Európa tengely létrejönne, itt lehet az új Sejem útra gondolni, azért azt is lehet látni, hogy a jelenlegi magyar kormány nagyon erősen igyekszik így a Sejem útba bekapcsolni Magyarországot, ami hát az régióban való elhelyezkedésünk miatt ez egy teljesen, tehát olyan elgondolás, aminek realitása van, és nyilván hasznot is lehet belőle húzni. Tehát az, hogyha egy Ázsia, tehát Kína és Oroszországra gondolok elsősorban nyilván, mint gazdasági szuperhatalomra, hogyha rátalálna az európai technológiára, az európai fejlett iparra, akkor ez egy olyan tömb lenne, egy olyan megkerülhetetlen, nem csak, hogy megkerülhetetlen, hanem egyértelműen Amerikának nem csak, hogy vetélytársa lenne, de valószínűleg Amerika labdába se tudna rúgni emellett. Tehát nyilván mindent meg fog tenni azért, hogy ez ne jöjjön létre. És egyébként nincs új a nap alatt, mert ez történik gyakorlatilag legalább az elmúlt 200 évben. Ezért, hogyha a német-orosz gazdasági együttműködésre gondolunk, mióta a német egység létrejött, azóta ez egy kulcskérdés a világpolitika számára, hogy egymásra talál-e az orosz nyersanyag, a kimeríthetetlen nyersanyag erőforrás, és a német fejlett ipar. És nagyon érdekes, hogy ebben Magyarország, bármilyen kicsi ország vagyunk, egész egyszerűen itt a Kárpát-medencében olyan területen helyezkedünk el, ami predesztinál minket abba, hogy nem tudunk kimaradni. Tehát aki azt gondolja, hogy ebből a konfliktusból ki lehet maradni, mert kicsik vagyunk, semmi közünk hozzá, ez nem igaz. Tehát kicsik vagyunk, innentől kezdve kiszolgáltatottak vagyunk, innentől kezdve az, hogy milyen gazdasági elkötelezettségünk van, milyen birodalmakkal, hogyan és miképpen vagyunk jóban vagy rosszban, az élet-halál kérdés számunkra. És mondjuk, ha a kutatásaimat nézem, ugye 45 után, amit én leírtam az IMPEX-ek korában, az arról szólt, hogy szovjet utasításra természetesen, de kialakítottak egy gazdasági hidat Magyarországon keresztül nyugatra, tehát a Vasfüggönyön megnyitottak egy gazdasági csatornát, ami részben pont arról szólt, hogy a német és az orosz együttműködést biztosítani tudja a hidegháború idején is. Ez egy megvalósult gazdasági csatorna volt. Magyarán a kezünkben van a tudás erről, tehát hogy egy ilyen közvetítő gazdasági kapocs, egy gazdasági híd, egy régió kapu legyünk a két világ között, ennek megvan a tudás, a know-how, egyszer már megcsináltuk. Tehát véleményem szerint, és ezt lehet látni legalábbis a kormányzati kommunikációban, mostanában egyre többször elhangzik ilyesmi, hogy ezt a szerepet megpróbálja Magyarország átvállalni, hogyha mindez jó kezekben van, és nem a hidegháborús idején láthatóan országrablással végződő kezekbe kerül ez az egész, akkor akár még jól is járhatnánk belőle. Ugye ezt a szándékot maga a miniszterelnök Orbán Viktor sem rejtette véka alá, hogyha itt most visszaidézzük gyakorlatilag a háború kitörése óta a kormányzat által képviselt narratívát. Ehhez még vissza fogunk térni, de egy pillanat erejéig vissza a könyveidhez, Zsuzsanna, amit nem csak azért érdemes elolvasni, és ez nem a reklám helye, hanem ez egyszerűen a valóság, meg az értelmezésben egy nagyon-nagyon fontos eszköz, hogy valós képet kapjunk arról a korszakról, amelynek nagy tudója a mai est vendége, hanem azért is, mert elolvasva ezeket a könyveket, én elolvastam, borzasztó sok mindent megértünk abból, ami jelenleg zajlik itt Európában. Borzasztó sok mindent megértünk arról, ahogy az Európai Unió intézményrendszere működik.
pláne arról, ahogy kellene, hogy működjön, de erről majd a beszélgetés egy picit későbbi részében még majd hallunk. Visszatérve a kormányzati narratívához, Orbán Viktor miniszterelnök úr legutóbb éppen a szombati évértékelőben erősítette meg azt, amit gyakorlatilag egy éve napi szinten hallunk. Magyarország elemi érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, elemi érdeke a béke, hazánk békepárti. Ezzel együtt nem csupán Magyarországnak, hanem Európának is érdeke, hogy a békekötés mielőbb bekövetkezzen. És most jön az a kérdés, amire nem tudom, hogy létezik ember, aki meg tudná adni a választ. Viszont történész szemével, a történész ismereteivel, a történelemből hozott példák ismereteivel és bemutatásával teszem föl neked a kérdést, hogy mi az, ami elhozhatná a békét, ami elvezethetne a békekötéshez, és egyáltalán ki az a két fél, aki között a békének meg kellene, hogy kötessen? Hát semmiképpen nem Ukrajna az egyik fél, ez nyilvánvaló, hanem az egyik fél az Amerika, a másik fél pedig, hát nyilván az agresszor Oroszország, de azért itt ez sokkal árnyaltabb, ahogy már Kínáról is beszéltünk, tehát ez egy árnyalt kérdés, hogy mi hozhatja el a békét, hát fogalmam sincs. Nyilván egy olyan biztonsági és tehát egy olyan fajta megegyezés, amely garantálja Oroszország stabilitását, biztonsági követeléseit. Ezt pont mielőtt jöttem, néztem az Index honlapját, hogy Biden éppen Kijevben van, és Zelenszkijjel tárgyal, és megígérte, hogy nem tudom, F-16-osokat fognak szállítani. Tehát, hogyha most azt kérdezed, hogy belátható időn belül vége lehet-e, mi vehethet ennek véget, hát itt semmi. Tehát azért a történelemben vannak olyan háborúk, amelyek hosszan, akár évtizedeken át elhúzódva, tehát egy olyan háborús góc kialakulhatott, ami viszont hát nem tudom, hogy az ottan, tehát az ukrán, nem az ukrán embereknek, hanem az Ukrajnában élő embereknek, hiszen nagyon sok nemzetiségű országról van szó, hogy az ő életük, az ő sorsuk, ezt hogyan, tehát hogy lehet ezt túlélni a mindennapokban, el se tudom képzelni, ez borzasztó. Tehát ugye nem tudom most szó szerint idézni, de beszélgettünk már erről korábban is, a háború kapcsán a talán legtöbbet idézett gondolat, hogy a háborút sohasem katonák kezdik, és sohasem katonák fejezik be. Ez most lefordítva nyilván azt jelenti, hogy mindig is politikai döntés áll a kezdete, és politikai döntés fog állni a lezárása mellett, vagy bocsánat, mögött is. Bocsánat, csak erről eszembe jutott egy vicc, azt hiszem Henry Fordhoz kötik, hogy öljétek meg az 50 leggazdagabb bankárt a világon, és nem lesz többi háború. No, szóval természetesen szemünket továbbra is az ukrán eseményeken tartva várjuk a fejleményeket, de vendégünkkel egyetértve tartok tőle, hogy hosszú időn át fogunk még erről beszélgetni, fogjuk még az eseményeket elemezni. Viszont a mai Civil Akadémia másik apropója, egy másik évforduló, február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Zsuzsanna, amikor a te általad nagyon-nagyon, vagy általad nagyon-nagyon jól ismert és számos könyvben feldolgozott korszak bűneiről és áldozatairól beszélünk, akkor pontosan mely bűncselekményekre is kell gondolnunk a gyilkosságok, a deportálások, stb. Mellett? Tehát azért ez ennél egy sokkal összetettebb kérdés. Igen. És köszönöm, hogy ezt így tetted fel, mert a kommunizmus áldozatainak emléknapján mindig meg szoktunk emlékezni azokról a mártírokról, azokról az emberekről, akik megjárták az Andrássy út 60 pincéit, megjárták az internáló táborokat, különböző atrocitások érték őket, csengőfrász, hogy ne soroljam. Tehát ezek azok, amikkel már szembenéztünk valamelyest, bár hozzá kell tenni, igazságtétel nem történt, tehát számonkérés véletlenül sem történt a bűnösök illetően, viszont az áldozatok köre ennél sokkal nagyobb, mindannyian áldozatok vagyunk, akik itt ebben a teremben ülünk, és minden magyar ember áldozata a kommunizmusnak. És hogy itt most konkrétan mire gondolok, rettenetes volt a Rákosi féle személyi kultusz. Rettenetes volt az a fajta terror, fizikai terror, amit az 50-es, 40-es, 50-es évek
a megtorlások, tehát 56 utáni megtorlásokat is ideértem hozott a magyar nemzetnek. De én nem tudom Kádár bűneit sem kivonni akkor, hogyha a kommunizmus áldozatairól beszélünk, hiszen Kádárnak nem csak ott kezdett, persze azzal kezdte a bűnét, hogy megtorolta 56-ot véresen, olyan kegyetlenül, hogy a hajnaú rémuralma egyszerűen hozzá sem mérhető, és ráadásul ott ugye egy Habsburg párti, tehát egy osztrák vezényelte le ezt a megtorlást, és nem magyar ölt magyar, tehát a rettenetes belegondolni is az 56-os megtorlások tragédiájába, de ami utána következett, nem volt sokkal jobb, csak más volt. És én az egész közéleti problémáinkat, azt a megosztottságot, amely mai napig a magyar nemzetet hát átokként sújtja, és azt a fajta hát rendkívül fájdalmas tényt, hogy nincs egy nemzeti minimum a magyar társadalomban. Én ezt mind-mind a Kádár rendszer bűnének írom fel, hiszen Kádár azt a fajta hatalomtechnikát, amit bevezett a 60-as évektől, ugye azért nyilvánvalóan, hogy elkerülje az újabb 56-ot, azért, hogy a hatalmát meg tudja tartani, meg tudja szilárdítani, azzal a fajta új hatalomtechnikával gyakorlatilag az emberekből a lelket, a tradíciót, a történelmi tudatot, a nemzeti büszkeséget akarja kiirtani, és hát többé-kevésbé, azt nem mondom, hogy teljesen sikerült, hála Istennek nem, hiszen itt vagyunk, de nagyon-nagyon jó munkát végzett, meg kell hagyni. Tehát olyan fajta szemléletváltás történt a magyar társadalomban, hogy gyakorlatilag a túlélésért a magyar társadalom kénytelen volt föladni önmagát. És ha csak megnézzük a 70-es, 80-as évek statisztikáit, az öngyilkosságok számát, az abortuszok számát, a különböző szenvedélybetegségeket, elsősorban akkor még az alkoholizmus, hogy milyen fajta, tehát gyakorlatilag népbetegséggé váltak. Tehát egy legvidámabb barakban, egy vidám barakban ez nem történt volna meg. Tehát olyan tragédiát látok én a Kádár rendszerben, amely azért is sokkal veszélyesebb, mert nincsenek határozott frontvonalak. Nem látjuk, hogy ki az ellenség, és azt se látjuk, hogy mivel fertőz minket, mivel támad. Az egész olyan alattomos, hogy nincs is kivel szembeszállni, nincs mi ellen lázadni. Ez gyakorlatilag felemészti a gerincet, felemészti az öntudatot az emberekben, és amikor elérünk a Kádár rendszer végére, akkor itt lesz egy gyakorlatilag mindenféle védekező képességétől megfosztott nemzet, ezer szálon tördelt és megosztott nemzet, amiből hát nagyon nehéz újra egy olyan, legalább egy olyan közösséget kovácsolni, ahol vannak bizonyos nemzeti minimumok. Ami nem kérdés az, hogyha a magyar nemzet része vagyok, akkor Magyarország és a magyar nemzet érdeke, szuverenitása az elsődleges, és minden más, akármilyen birodalmi beavatkozás, az másodlagos vagy sokadlagos kérdés, és ebben sem látunk. Most bocsánat, de pont ma vettem észre, hogy egy régebbi beszélgetésemet, amit még a Hit Rádióban vettek föl, most újra valahogy feltöltötték a YouTube-ra, mintha új lenne, és vannak új nézettségek, és a komment szekció alatta egy az egybe, pedig hozzá kell tenni, hogy a Hit Rádió hallgató közönsége alapvetően jobboldali, tehát meglepett engem is az a komment özön, amivel teljesen kiakadva, hogy miért bántom én Kádárt és a gulyás kommunizmust, mennyivel jobb volt, mindenkinek volt munkája, a megélhetése, minden évben el tudtunk menni nyaralni, egyébként nem igaz, én a Kádár rendszer idején egyetlen egyszer sem voltam nyaralni, mert egyszer nem volt a szüleimnek arra pénze, egyszer voltam úttörő táborba, mert azt jó tanulmányi eredményért ingyen kaptam. Tehát ez sem igaz. Úgyhogy azért elszomorító, hogy 30 évvel a rendszerváltás után
persze a nosztalgia valahol érthető, hiszen azok az emberek, akik akkor voltak fiatalok, és akkor élték le az életüket, nem szeret, tehát ez egy önvédelmi reflex, hogy nem szeretünk úgy gondolni a saját életünkre, hogy az valami mocsokban és fertőben történt. Tehát nyilván az emlékezet sok mindent megszépít, de azért a szembenézés a múlttal ebből is látszik, hogy nem történt meg, és amíg nem nézünk szembe vele, amíg nem valljuk be azt, hogy mit követtek el ellenünk, és ebben hol van a mi felelősségünk, hogy lehet ezt a felelősséget valahogy jóvá tenni, jófele fordítani, addig nem lehet ezt a szemléletváltást megtenni. Gyakorlatilag megfogalmaztad azt a kérdést, amit itt tartogatok magamban, onnantól kezdve, hogy azzal kezdted a válaszodat, hogy föl is írtam, hogy miért nem volt számunk kérdés. Vannak válaszok ezekre a kérdésekre, amelyeket most te magad is feltettél? Tehát miért nem volt elszámolás? Miért nem volt számonkérés? Kinek a felelőssége? Hol van ebben a mi felelősségünk? Én a saját felelősségünket akkor egy kicsit, én most, amit azt mondtam, hogy felelősség, hogy nem néztünk szembe vele, és ezt így szétterítettem mindenkire, akkor itt most elnézést kérek, mert nem egyenlő felelősségünk van. Egyáltalán nem erről van szó. Az, hogy a rendszerváltás után Magyarország volt az egyetlen olyan ország, ahol ugyan kísérlet volt egy igazságtételi törvényre, de tudjuk, az első kanyarban elkasszálták. De szóba se került a lusztráció, szóba se került az igazságtétel, a reprivatizáció, hogy esetleg kárpótolni kellene azokat az embereket, akiket jogtalanul megfosztottak mindenüktől. De nem csak, hogy ez nem történt meg, hanem vagyonleltár sem készült. Tehát úgy raboltatták szét az országot, 89-90 után, hogy nem készült egy vagyonleltár. És most gondoljanak bele, hogy 88-ban, amikor megindul a spontán, úgynevezett spontán privatizáció, akkor még megértem, hogy nem készült vagyonleltár. De hogy 90-ben a hatalomba kerülő kormánynak nem ez az első dolga, mielőtt megindítja a törvényes privatizációkat, hogy megnézzük, hogy milyen vagyona van a nemzetnek, annak mi az értéke, és abban mit és mennyiért lehet eladni, ez fölfoghatatlan. Tehát otthon, hogyha bármimet el akarom adni, először számba veszem, hogy min van, fölbecsülöm az értékét, és úgy bocsátom eladásra. Tehát az egész teljesen irracionális, és hogy ez miért történhetett meg egyedüliként a blogban. Mert ja, meg a másik, ami szintén egyedüli, unikális teljesen, hogy itt maradt nekünk egy csődhelyzet, hatalmas nagy adósságállomány, és a magyar kormány nem kérte az adósság felülbírálását, nem kérte az adósság legalább egy részének az elengedését, de még az átütemezését sem. Tehát, hogy ez mi? Tehát nem tudjuk megmagyarázni, csak akkor tudjuk megmagyarázni, hogyha azt feltételezzük, hogy egy olyan érdekháló volt Magyarországon, amely ezer szállal átszőtte nyilván a gazdaságot elsősorban, de nem csak a gazdaságot, hanem tudjuk jól, hogy a médiát is. Tehát egy hatalmas média támogatással egy olyan fajta megvezetése történt a magyar nemzetnek, valószínűleg a kormány sem tudott, legalábbis én jó szándékú vagy jó hiszemű akarok lenni, és azt mondom, hogy a szabadon választott magyar kormány is kormányra lépése után szembesült azzal, hogy nincs mozgástere. És ez, tehát hogyha nincsenek, tehát ha nincs gazdasági szuverenitás, nincs politikai szuverenitás sem. És hogyha a gazdasági szuverenitás nincs, meg az olyan zsarolhatóvá teszi az országot, és a privatizációk során szinte mindent szétvisznek, nincsen mire támaszkodni, zsarolható a kormány. Most gondoljanak bele, hogy, és hogy megyünk előre az időbe, ez egyre inkább így van, hiszen majd lesz olyan kérdésed, hogy a korrupció, meg hasonlók, akkor majd kicsit akkor előreugrunk részben, mert hogy a baloldali kormányok mit csinálnak, mindig mindent eladnak. Az egyetlen egy bevételi forrás számukra az, hogy értékesítik azt, ami van, eladják a családi ezüstöt gyakorlatilag. És olyan mértékben szolgáltatják ki az amúgy is teljesen kiszolgáltatott helyzetben lévő országot, hogy például a közműveinket úgy adják el, hogy államnak, tehát nem privatizálnak, hanem a német államnak adják el a közműveinket. Innentől kezdve
egy idegen állam bármikor leállíthatja az áramszolgáltatást, a vízszolgáltatást, a gázszolgáltatást, ma az internet, bármilyen szolgáltatást, megbéníthat egy országot. Ez mekkora zsarolás már? Hogy fordulhat ez elő? Tehát innentől kezdve egy ország nem lesz, nem tud szuverén döntéseket hozni. Mert abban a percben, amikor a saját érdekeit akarná képviselni, akkor beint a tulajdonos, hogy hoci. Azért ez nem egészen így van. És egyébként most pont a közművekre, de úgy adják el a német államnak fillérekért, hogy garantálják a 8%-os nyereséget, amikor olyan 0,5%-os nyereség van ezeken a... És így nyer ugye értelmet az, most itt nekem eszembe jutott néhány évvel ezelőtt, Orbán Viktor miniszterelnök úr Köcsén beszélt arról a bizonyos térfoglalásról, aminek három területét határozta meg. És így nyer értelmet gyakorlatilag ez a mennyi, most mondja lassan 13 év a 2010-es kormányváltás óta, tehát 2010-ben szükség volt a politikai térfoglalásra. Aztán az első lépések között a gazdasági térfoglalásra, és aztán hosszú-hosszú idő után, ez ugye folyamatosan egy vita tárgya, hogy nem túl későn került sor, vagy kezdődött el a kulturális térfoglalás. Na, annak ez volt a gyökere, nem a kulturális, hanem a politikai, illetve a gazdaságinak, amiről most Zsuzsanna beszélt. Ez az egyik dolog, ami eszembe jutott. A másik, ugye régi nagyon kedves kollégám, Szakács Árpád nagyon-nagyon sokszor emlegette, és itt ugrunk gyakorlatilag ahhoz a témához, amit te már előrevetítettél, hogy ezek ugyanazok. Hát ma nem ugyanott tartunk. Hát ma nem kiárusítani akarnak minket. Hát ma Brüsszelben a szocialista és liberális barátaink és politikusaink részéről nemhogy hazaárulás, de nemzetárulás folyik. És önök nagyon-nagyon jogosan teszik föl nekünk is azt a kérdést, és beszéljünk erről, hogy ez miért nem bűncselekmény? Hogy ennek miért nincs következménye? Amikor magyar emberek által választott képviselők az Európai Parlamentben nettó nemzetárulást követnek el. Legyen világos, hogy az ember nem elvakultan hisz és bízik egy adott kormányzatban, látja a hibákat, de mérlegelni kell. Tehát nyilvánvaló, hogy egy olyan baloldali hazaáruló briganti banda, amely a magyar nemzeti vagyont idegen kézbe kótya vetyéli el. Úgyhogy, hát most csak egy példa, éppen a Mező Gáborral csináltunk egy kis filmet a privatizáció, így van néhány szám, néhány adat a fejembe. A vidéki lapokat, amikor eladják 89-90 környékén, akkor a vidéki lapoknak az értéke, mert ugye itt nyomdagépek vannak, itt nagyon komoly infrastruktúra van mögötte, nagyjából 2,3 milliárd az értéke. Eladják az Axel Springernek 20 millió forintért, és a 20 millió forintból a költségvetésbe 8 ezer forint kerül. 8 ezer a 2,3 milliárd forintból. Tehát, hogy, és ez csak egy példa. Rengeteg, tele van a privatizáció ilyenekkel, tehát ez a fajta, ahogy mondtad, hazaárulás megbocsáthatatlan és elfogadhatatlan. Mindaz, amit elmondtál, is tovább erősíti bennünk a gondolatot, hogy a történelem ismerete felelősséggel jár. Ugye annak felelősségével, hogy felismerjük a hátsó szándék egyrészt mozgatórugóit, másrészt szereplőit, harmadrészt módszereit. Mennyire éles a szemünk? Mennyire teljes a tudásunk ezen a téren? Mennyire látunk élesen a pályán? Nekem nagyon rossz, tehát hogyha mennyire látunk józanul, akkor most megint egy kicsit ünneprontó leszek. Nekem nagyon rossz a véleményem a jelenlegi közéletről és a közbeszédről. Én azt látom, hogy mindenki ül a saját buborékjában, azt gondolja, hogy az, amit ő elgondol, meghisz, az úgy van és úgy jó, és ha valaki egy másik buborékkal találkozik, akkor ott ellenségeskedés van. Felfoghatatlan számomra. Először is a buborékokat lyukasszuk már ki, semmi nem fekete meg fehér, semmi nem jó vagy rossz. Muszáj kommunikálnunk egymással, muszáj a másik oldalt is meghallgatni, és a másik véleményét is, és érvelni, egyébként tényleg érvelni, de úgy, hogy nem vagyunk elvakultak a saját
választott oldalunk hibáival szemben sem. Tehát azt gondolom, hogy az építő kritika az adott esetben egy uralmon lévő pártnak is hasznára kell, hogy váljon. Ugyanis kritika nélkül még az irodalom, még a szép irodalom is propagandává aljosul. Nem, hogy a média. Törésvonalakat alakítunk ki, vagy alakítanak ki akkor, amikor meg ezzel párhuzamosan azt kommunikáljuk, mert egyszerűen elemi érdekünk, hogy a társadalmunkat védetté tegyük. Védetté tegyük a nyílt társadalom támadásai és bekebelezése ellen. Azt hiszem, ez az egyik leggyakoribb mondat, ami az elmúlt években, és teljesen mindegy, hogy melyik témába kapunk most bele, mert már mindre érvényes. Szóval, ami itt elhangzott. Csak amikor arról beszélünk, hogy a nyílt társadalom veszélyeivel, vagy a nyílt társadalom támadásaival szemben védetté kell tenni a társadalmunkat, és ennek milyen eszközei vannak, ebben nekünk egyénileg milyen lehetőségeink és felelősségünk van, akkor tegyük azért fel azt a kérdést, és arra kérlek, Zsuzsa, hogy álljunk meg itt egy szóra, mert úgy elsikadunk sokszor e fölött, és nem akarok most egy sorosozásba átcsapni, azt halljuk, azt tudjuk, de amikor a nyílt társadalom támadásairól beszélünk, akkor pontosan miről is beszélünk? Mi az, hogy nyílt társadalom? És mi a mi eszköztárunk, muníciónk, hogy védetté tegyük a társadalmunkat ez ellen, még úgy is, hogy közben újabb és újabb törésvonalakat vernek közénk? Hát azt hiszem, hogy most Anett föltette azt a kulcskérdést, ami az elkövetkezendő évek, évtizedek egyik alapvetése lesz. Enélkül a magyar nemzet, meg egyáltalán a nemzetek szuverenitása, önállóságának vége. A nyílt társadalom nyilvánvalóan arról szól, én most nem akarok közhelyeket, tényleg évek óta erről beszélünk, de arról szól, hogy nincsenek határok. Nyílt, semmiféle határ nincs. Nincs határ a nemzetek között, nincs határ a nemek között, nincs határ a nemzetek között, a családok között. Egy nagy szürke massza van, mindenki egyforma, mindenki ugyanazt akarja, egy konzum idióta, vagy mondhatnám egy konzumfogyasztó emberré akarja, vagy robottá akarja silányítani az embereket. Tehát most ez ellen hogyan lehet védekezni? Én azt gondolom, hogy ez szorosan kapcsolódik a válaszom nekem ahhoz, amiről előtte beszéltem. Egyszerűen nem szabad hagynunk, hogy szétszakítsanak minket. Nem szabad hagyni, hogy mondva csinált törésvonalakkal megakadályozzák azt, hogy össze tudjunk kapaszkodni. Igenis, ragaszkodnunk kell a szomszédunkhoz, akkor is, hogyha adott esetben Gyurcsány Ferencre szavazott. Hülye, mert felfoghatatlan, hogy miért, de akkor is a szomszédom, akkor is egy magyar nemzettársam, és nem szabad elengednem. Igenis, együtt kell mozognunk, és hogyha közös pontot fogunk találni, minden buborékban lesz közös pont, ugyanis azt gondolom, hogy a magyar társadalom bármennyire is kiszolgáltatott lett pont, amiről beszéltem a Kádár rendszer idején, de egy valamit megtanult, hogy tud a sorok között olvasni. Észreveszi, nagyon érzékenyen észreveszi, hogyha ócska propaganda szólamokkal akarják megvezetni. Ezt megőriztük, mert ebben éltünk, ebben szocializáltak minket, csak így lehetett túlélni azt az időszakot. Tehát én azt mondom, hogy ez a fajta, mint tudom, gender propaganda, hát nincs az a magyar ember, azt gondolom, aki ne találna ebben, tehát ne tudna a racionális talaján megtalálni azt a pontot, ahol közös a nevező. Én most például nagyon meglepődtem azon, hogy ez az óbudai tanársegéd, ez... hogy milyen visszhangot váltott ki a magyar társadalomból azok a média szakemberek is, akik egyértelműen a liberális oldal nagy hangadói, és ott van a szivárványos logó, nem tudom, a Facebook profiljuk alatt, azok is azt mondták, hogy az ő gyereke lett volna sértett, vasvillát állítana bele, meg hasonló dolgok. Tehát van egy közös pont, például a gyerek. A magyar társadalom még nem halt meg annyira, a magyar lélek még nem halt meg annyira, hogy a gyerek az ne legyen egy közös pont, azt meg kell védeni. Tehát vannak közös nevezőink, és ezeket meg kell keresni. Nehéz, mert ahogy minél
tovább tartanak, vagy minél régebb óta fönt állnak ezek a törésvonalak, ezek a szakadékok, egyre jobban távolodunk egymásról. De higgyék el, hogy vannak közös pontok. És azt gondolom, hogy igenis, beszélni kell, én is mindenhova elmegyek, ahova hívnak, folyamatosan járom az országot. El kell mondani az embereknek azt, hogy van lehetőségük dönteni, gondolkodjanak, igenis van az a fajta tudásbázis, amit meg lehet ma még szerezni, és abból a tudásbázisból lehet következtetéseket és döntéseket szabad akaratból önállóan levonni. És igenis alulról építkezve, közösségeket létrehozva, egymásba kapaszkodva, azt mondom, hogy igenis ellen lehet állni. Túl lehet élni ezt a nyílt társadalom cunamit, és ez a legfontosabb feladat, és a legnagyobb felelősségünk a gyerekeink és az unokáink számára. Lehet és szabad, sőt kötelező gondolkodni. És itt nálunk a legutóbbi alkalom óta kérdezni is. Amikor, tehát a Dobrev család például meghívja magát valahová, hogy a törésvonalakról beszéljen valamit? Csak azért, mert a törésvonalakat csak ők csinálják. Úgyhogy én, amikor vitatkozom valakivel ellenzéki oldalról, abban a pillanatban hátat fordít és elmegy. Tehát őt nem érdekli az én törésvonalam. Krisztus pedig ezért halt kereszten, mert vannak igenek és vannak nemek. Tehát nincs, van fekete és fehér pedig. Van fekete és fehér. Ennyit szerettem volna mondani egyelőre. Igen. Teljesen egyetértünk, van fekete, az igened legyen igen, a nemed legyen nem. Ugyanakkor azt is mondta Jézus, és nekem ez egyik kedvenc szentenciám, hogyha megütik az egyik orcádat, tartsd a másikat is, de ez nem azt jelenti, bocsánat. Ez nem azt jelenti, hogy áldozatok legyünk, ezt sokan félreértelmezik, és főleg a bal oldal értelmezi félre ezt a tanítást. Ez azt jelenti, hogy szabadságomban áll nem haragudni, szabadságomban áll nem bosszút forralni, szabadságomban áll függetlennek maradni az ő dühétől. És szerintem ez az, amit nekünk szem előtt kell tartani, nem szabad, hogy az indulat vezessen minket. Ha hátat fordít, hát sajnáljuk, de meg lehetett következő alkalommal is, akár egy beszélgetéssel. Tehát van, ameddig elterjed a felelősségünk, és van, amint túl nem. De azt gondolom, hogy nekünk sem szabad haraggal, düvel, elutasítással fordulni feléjük. Ezt a George Friedman nevű amerikai biztonságpolitikai szakértőt, állítólag magyar származású, ezt mennyire veszik komolyan a hazájában? Mert ő volt az, aki kimondta, hogy mintegy 100 éve az az USA külpolitikájának az alapja, hogy az orosz nyersanyag és a német ipar ne találhassanak egymásra. Lehet, hogy azt gondolja, és az kiprovokált ukrajnai háború is részben erre ment ki a játék. Hát ez egyértelműen amerikai érdek, és ez a Friedman féle elvén szerintem elég közismert, tehát Amerikát e szerint cselekszik. És amikor azt mondtam, hogy az oszd meg és uralkodj a mi térségünkre, ez egyébként most nagyban, amiről beszéltünk, mondjuk a nemzeten belüli törésvonalak, nézzük meg a régiót, mi történik most. Nem véletlenül említettem Trianont az elején. A Trianonnal létrehoztak egy olyan gócot itt Közép-Európában, bármi történik, egy sál, ami Nagy Magyarország, van, a kisantant összeáll. Tehát egy olyan folyamatos góc, amiben most belejött a lengyel, magyar ellentét is. A lengyel-magyar kapcsolatok évszázadok óta nem voltak olyan mély ponton, mint most. És miről szól ez? Arról szól, hogy szét kell verni adott esetben pont. Orosz és német, ugye most a német az uniót jelenti, Németország, most az Európai Uniót, tehát az orosz és az unió gazdasági egymásra találását el kell lehetetleníteni, hogy ezt nyíltan csinálják egyébként, abból mindig botrány van, most is az északi áramlat felrobbantása, tehát nem kérdés, hogy ez erről szólt, és az a lényeg, hogy itt ne lehessen egy egységet, ne lehessen a buborékokból kilépni. Ez nagyon jó példa most Lengyel és Magyarország esetében. Azt gondolom, hogy ez ellen is egyszerűen nem szabad hagyni magunkat manipulálni, de ehhez mi itt kicsik vagyunk. Ezt, nyilván ez a nagy politika szintje. Én azért mondtam, hogy a saját buborékjainkon próbáljunk elsősorban túllépni.
Ami engem nagyon irritál, és ezen kérem a véleményüket, hogy amikor a rendszerváltoztatásról beszélünk, akkor mindig az új kormány felelősségét, meg a rendszerváltók felelősségét mindig az egekbe toljuk föl. De mit tudtak azok, hogy valóban milyen gazdasági, pénzügyi állapotban vették át az országot? Tisztában voltak azzal? Hát, hogy a rendszerváltoztatáskor az új kormány mennyire lehetett tisztában azzal, hogy mit vesz át, ezt én nem tudom, és ezt remélem, hogy egyszer majd eljutunk oda, hogy meg lehet kutatni, mert rendkívül izgalmas kérdés. De én ezt azzal szoktam, ezt a gordiuszi csomót átvágni, hogy vannak a hálózatok meg a hierarchiák, és Magyarországon ezek a nyugati gazdasági kapcsolatrendszerek, amit most leegyszerűsítve nevezzük hálózatnak, a 80-as évek elejére már teljesen átvették a kezdeményező szerepet. Az állampárti hierarchiának már nem nagyon volt a rendszer működtetése szempontjából igazán komoly szerepe, viszont erről csak nagyon szűk kör tudott. A népi ellenzék szerintem egy az egybe fogalma nem volt arról, akik a rendszerváltoztató értelmiségnek tagjai közül, akik erről tudhatnak, azok inkább az urbánus oldal, tehát a későbbi SZDSZ soraiban landoltak. Magyarán ezzel csak azt akarom mondani, hogy a rendszerváltoztató értelmiség véleményem szerint jóhiszeműen lebontotta a pártállami diktatúrát, lebontotta a pártállami hierarchiát, felépítette egy demokratikus intézményrendszert, és nem volt tisztában azzal, hogy a gazdasági érdekszövetségek, a különböző maffiaszerűen, polipszerűen terjeszkedő gazdasági érdekek a meghatározók már ekkor, és ezek érintés nélkül élték túl a rendszerváltoztatást, és ez volt nagyon sok mindenre, vagy ez lehet nagyon sok mindenre a magyarázat, hogy mi miért marad el 90 után. A délszláv háború és a mostani háború között, mint történész, milyen párhuzamot vonna? Ugye Jugoszlávia esetében is arról volt szó, hogy volt egy sok nemzetiségű állam, amely szétesett, és azzal indokolták, hogy mivel sok nemzetiségű, ezért elment a... Ja nem, visszajött. Szóval jogosan esik szét, és Ukrajna, ugyanez, Ukrajna esetében ugye pont az ellenkező a narratíva. Nyilván Jugoszlávia esete az, ott az át, ahogy András, én ismerem az előző hozzászólót, aki mondta, hogy azért ez egy nagyon nehéz időszak volt. Itt volt a szovjet hadsereg, itt volt a munkásőrség felfegyverezve, de nem csak ők, gondoljunk a taxis blokkádra, itt volt a CIA-tól kezdve a Mossad, mindenki, tehát egy rendkívül instabil volt, nem csak Magyarország, hanem az egész térség. És az, hogy mondjuk a Szerbia, mert Jugoszlávia igazából az a szerb dominanciájú, szerb irodalom volt tulajdonképpen, az, hogy Szerbia a pánszlávizmus eszméjét magában dédelgetve, ott megint megvan az esély, hogy az orosz birodalommal egymásra találnak. Nem véletlen, hogy Szerbia is megkapta maga Trianonját később, és ott is létrehoztak egy gócpontot Koszovóval. Tehát, hogy ha látok-e párhuzamot, igen, tehát az a véleményem, hogy ugyanúgy a megosztottság, ugyanúgy egy folyamatos a konfliktus lehetőségét életben tartó gócokat kell létrehozni Közép-Kelet-Európában ahhoz, hogy a birodalmi érdekek érvényesülni tudnak. Hát, hogyha most ez válasz volt, nagyjából ez jut eszembe a kérdésről. Hát, kedves vendégeink, engedjék meg, hogy az önök nevében is, illetve a Civil Összefogás Fórum munkatársai és vezetője, meg természetesen a magam nevében is megköszönjem az elmúlt másfél órát. Megköszönjem azt a józan gondolkodást és józan és tiszta lényeglátást, amivel minket is gazdagított itt az elmúlt másfél óra során Borvendég Zsuzsanna, és ezt benefejezze. Köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.